Zalaudvarlakon vagyunk. Igazából itt élek a párommal és a két kislányommal. A párommal csináltattam ezt a kis halastavat. Többi részét azt én csináltam. Hát igazából ugye az volt nekem a lényeg, hogy ide megpróbáljak csinálni egy ilyen kis étkezőfélét, mármint azt a székkel, hogy ha leülnek teázni. Egy kis sarokülő, ez is raklapból készült. Tapétával megpróbáltam gyerekmintásra tenni, csinálni, mert ugye ezzel a linoleummal béleltem ki amúgy az oldalát is, hogy ne legyen húzatos. Az alját is azért csináltam, hogy nehogy véletlen a lábuk lecsúszson, a raklap közé leszoruljon, és baleset legyen belőle. Úgyhogy azért csináltam meg az alját, meg a komplett oldalát. A kislányom nagyon sokat segített, szeret barkácsolni. Igazából 10 raklapból készült amúgy, meg a teteje is a raklapból kiszedett lécekkel próbáltam megcsinálni, meg asztalterítőt vettem rá. Nylon asztalterítőt, hogy ugye ne ázzon be, és a tetejére megtettem egy kis nádat, hogy ne lógjon ki annyira innét hátulról, a környezetéből. Az ötlet végül is úgy jött, hogy hát először ezeket a kis műanyag házikókat nézegettem, de annyira nem illett ebbe a környezetbe, és ezért gondoltam, hogy megpróbálok valamit készíteni. Először kisebbet akartam, de aztán rájöttem, hogy két gyerek be kellene férnie, és ha még átjönnek a barátnők, akkor már férjen be mindenki. De egyébként a lányok szobáját is egy bunkerként alakítottuk ki. Minden ezzel a sátorral kezdődött, hát nem is tudom, talán még egy éves se volt, amikor ebbe beleszerettem, úgy láttam neten, és végül is itt is öcsémet kértem meg, hogy a keretet csinálja meg nekem, és anyukám varta rá a húzatot, mert ez nekem azért elég nagy falat lenne, ő meg varrónő a szakmája, úgyhogy neki ez egyszerűen ment. Én, meg apa. Másfél éves körül volt a virág, amikor ugye hát már közel voltam, hogy szülni fogok, és akkor találtuk ki végül is párommal, hogy egy emeletes ágyra lenne szükségünk, mivel hogy kicsi a szoba, öcsém ő ács, tehát igazából a fa munkát azt ő csinálta, ezt a belambériázást, és akkor ő meg a párom burkolta rá ezt a bériát. Reméltem, hogy így könnyebben külön tudom szoktatni, mert amúgy velem aludt. De volt egyszer beteg volt, és éjjel átvittem a mi szobánkba, és meg volt sértődve, hogy ő az ágyában akar aludni. Tehát annyira jól bejött ez a dolog. Hát majd idővel szeretném a Hugit beköltöztetni, de amúgy a virág alszik itt egyedül. Hugi próbál mindig besettenkedni, amikor nem figyelünk. Ugye sok apróság miatt azért még nem szeretem, mert mindent a szájába vesz. Most nekem az az első, hogy a gyerekek, tehát még a legkisebbik most lesz egy éves. Igazából azért ezzel a helységgel kezdtünk, mert szerintem a gyerekeknek szüksége van rá, tehát lehetett volna előbb a nappali akár, vagy a mi szobánk, de én úgy gondoltam, hogy a lánynak van arra szüksége, hogy kész legyen a szobája, és tényleg otthon érezze benn magát. Készülsz.